Vágjátok istit a szalait, hallgass rá, az biztos, hogy kifagadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. Szerbusztok gyermekeim! 100 000 feliratkozó! Úristen! Most nem fogok rájátszani, hogy úgy de meglepődtem, mert hát számítottam rá, tehát láttam, hogy növekszünk, nagyon durván növekszünk, és elértük a 100 000. Emlékeztek még erre a videóra? 100 000! Igen, ez nem is tudom, hogy honnan jött, hát ugye egyébként ez pont tavaly nyáron volt az a poén az egészben, tehát ez egy éves videó már, és akkor voltunk ilyen 30-40 ezernél, azt hiszem, nem tudjuk benne biztos, ami ugye meggondoljuk, belegondolunk egy év alatt egy olyan 50-60 ezeret összedni, nem olyan rossz. Én a csatornáról egyébként így azt vettem észre, hogy szépen exponenciálisan növekedtünk végig, amivel nekem nincs probléma, tehát nem voltak ilyen brutális kiugró dolgok, tehát nem volt ilyen nagyon durva megtolás, meg ilyesmi, hanem így szépen a saját tempónkba növekszik a csatorna, és én ezzel így tök jól el vagyok. De most oké, ez egy sablonduma, tudom, de 100 000, sose gondoltam volna, tehát elképesztő. Úgyhogy tényleg nagyon köszönöm nektek, gyerekek. Most már bekerültünk egy olyan klubba, ami igazából a világot irányítja, minden rajtuk keresztül működik, a bankok rajtuk keresztül intézik a pénzüket, egyeket, a hadsereget is mi irányítjuk, a 100 000-esek sem. Úgyhogy innentől kezdve nagyon örülhetek magamnak, igazából a nagy semmire. És hogy mire gondoltam 100 000 feladkozom, mert azért mégiscsak meg kéne ünnepelni, hogy már elértük ezt a számot. Gyerekek, nekem megvan az életem gyakorlatilag első vlog videója, bár mondjuk egyébként akkoriban nyilván nem gondoltam, hogy ezt vlognak hívják, meg nem is létezett ez a kifejezés. Akkor még a blog kifejezés sem létezett. Ez egy 1994-es nyári 6. havi felvétel rólam, ahogy arról beszélek, hogy mi volt az óvodában a kaja, meg ilyesmi. Úgy gondolom, ezt meg kéne nektek osztanom, mert valami elképesztő jó. Úgyhogy gyerekek, remélem jó szórakozás lesz ez nektek, én jobbat nem tudom kitálni, tehát még mindig nem tudok zenélni, meg stb. Ilyesmi. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen nektek a 100 000 feliratkozót, és akkor hát jó szórakozást! Én is a videó voltak. Te is a videó. Mi van? A fényképezőgép, az nem videó. Az nem egy GoPro. Fényképezőgép. Miért? Miért? Na erre válaszolj, apa! Miért fényképezőgép, és miért nem kamera? Tudja, elmegy. Még a képében is mondtam azt a kicsit, azt is mondtam a képében. Igen. Mondja, te mondja. Az a fej. Ez miért forog? Ez miért forog? Te nyúljál hozzá, mondtam már, mert ez miért forog? Az állítja élesre, hogy éles legyen a kép. Miért? Csücsülj vissza oda. Na most szavaljál valamit légy szíves. Azt rohadt érzem. Fényképezve. Jó, fényképezve. Éhes vagy? Mit? Éhes vagy? Nem? Bölcsibe mit ebédeltél? Főzeléket. Főzeléket? Éhes vagy mit? Igen. Milyen főzelék volt? Igen. Marka, mi a főzelék volt? Anya jobban tudja, mit tettem, mint én. Igen. És mi volt hozzá? Volt valamilyen köri? Krumpli, krépa. Finom főzeléket megettem. Valami husi volt hozzá, vagy tojás? Tojás? Nem volt tojás. Nem? Csak főzelék volt? Igen, uram. Igen, uram! Yes, sir! És hogy érezted magad a bölcsőben? Mit játszottatok ma? Öcsém. Semmit nem látszottunk, csak mesét néztük. Milyen mesét néztetek a bölcsibe? Igen! Figyeld! Nem tudom. Milyen mesét? Nem tudom, nem voltam ott. Miről szólt? Miről szólt a mese? Milyen mesét? Letítették, vagy hogy csinálták? Letítették a falra mesét, vagy hogy volt? Nem. Vagy akkor tévéről néztek, vagy videóról, vagy hogy videó? Nézek rá? Cirip, cirip. De ahol nem a... Tévé. Ott nincsen tévé. Hát akkor mire néztétek? Olvastál nektek a mesét, vagy néztétek? Igen! Mert olvastál. Igen! Yeah. Olvastatok is. Igen. Yeah. És úgy nézek rá, mint egy hülye. Miért? Igen! Nincs oka. Nem egyértelmű? Gyerekek, első vlog. 20 éve.
Ugye, hogy, hogy zoomol, ahogy rendesen forgott a cucc. Néztem, mi forog? De valamiért imádtam ezt már gyerekként is amúgy. Na most egy kis ilyen izé, analizálás megy. Hopps. Na, na az objektívet jól összefoglaltam. Jó. Istike, eveszem. Tudsz még valamilyen verset szavalni? Igen. Na nyomjad. Hát ez már volt. De ez nagyon olcsó volt, István. Vak-vakúcska? Az már volt. Ez is volt. Az már volt. Miért? Hát amit ismersz. Mit ismersz? Cirip. Akkor már volt nevek, jó? Jó, hát szia. Hát akkor adjuk. Jó. Jó, gyerekek, hát remélem élveztétek. Ez lett volna életem első vlogja. Én gondoltam egy olyanra, hogy szerintem én ezt össze fogom vágni egy nagyon viccesre majd, hogy zoomolások meg hangefektek. Úgyhogy ja, gyerekek, 20 éve ez volt. És tulajdonképpen 20 éve megy a vlogolás. Ami hazugság, mert nem, de ez már valamilyen formában az volt egyébként. De elmondtam, mi volt az bölcsiben, vagy az oviban, vagy a rák tudja, vagy 3 éves voltam. Mennyi ideig járnak a gyerekek oviba? Nem is vágom. Hűha. Ugye azt tudom, hogy 6 évesen kerülsz általánosba, és akkor hát mennyi vagy oviba? 3 évet? 2-3? Tehát ez már nem ovi volt szerintem, nem bölcsi. Szóval ja, tehát így a kommunikációs skillek azok picikét úgy lejjebb voltak, de hát szerintem ez itt teljesen oké. Úgyhogy ja, ezzel kedveskedtem gyerekek, 100 000 feliratkozó. Itt aztán azt tudtam, mi az a feliratkozó. És így fogom azt a film analóg, vagy nem is tudom milyen fényképező gépet, ami még ugye rendesen fényképeket elő kellett hívni ugye a filmet, meg minden. Nem volt az, hogy megnézed, meg nem volt izé Snapchat, meg Lossa, meg Instagram, meg ezek. Úgyhogy köszönöm szépen gyerekek a 100 000 feliratkozó, tényleg nagyon királyok vagytok, nagyon örülök neki. És akkor haladt tovább a csatorna, ahogy eddig is. Szerbusztok gyerekek!